megpróbáljuk megfogalmazni ennek az újonnan induló közösségi médiának a küldetését, a feladatát és a működését. Mert eddig beszélgettünk róla, és amit tapasztalhatunk, ami szinte tapinthatóan érezhető itt a mai nap folyamán, meg hogy ennyien összejöttünk, hogy erre igény van. És nagyon nagy igény van. De hát akkor miért nem csináljuk meg? Ez csak úgy jöhet létre, ha ti részt vesztek benne, minden részletében, és hogyha megértitek a szükségességét, akkor átveszitek a felelősséget is, amivel bírtok. Mert ezt a lehetőséget nem hagyhatjuk ki, de mintát és példát adhatunk akár más nemzeteknek is. Az utolsó lökés az volt, hogy decemberben elhatároztam, hogy csinálok a devizahitelesekről egy filmet, mégpedig oly módon, hogy megkérdezem az ezügyben érintetteket, hogy mit gondolnak erről, és üljenek, álljanak a kamerám el, és mondják ezt el. És ahogy mondták el a szereplők az ő történeteiket, a véleményüket, rendszeresen mindegyik, szinte kivétel nélkül utalt arra, hogy de a fősodratú média, az torzítja a híreket, az nem így mutatja be, és az ezt nem mondja el, és azt nem mondja el, és ezen el kellett gondolkodnom, hogy hát miért nem? A válasz rendkívül egyszerű, azért nem, mert aki a pénzt adja a működéséhez, az meghatározza, hogy mit tegyen. Kedves magyar társadalom, és azért társadalmat mondok, mert ez ma, ez az állapot, ami van, ez nem igazán hívható nemzetnek. Kedves magyar társadalom, újból nemzetté kell kovácsolódni, és erre csak egyetlen egy mód van, hogyha elvégezzük a szellemi honfoglalást, a szellemi honvisszafoglalást egész pontosan. Ehhez szükséges egy olyan média, amit a civil lakosság tart fenn, tart ellenőrzése alatt, és ő is építi fel. Nem kis dologról beszélünk, mert hogyha felépül az a közösségi média, hogy én látom és én képzelem, akkor egy több ezer fős, hát nem vállalatról, mert ez nem üzleti vállalkozás, de egy több ezer főt mozgató, összetartó a munkacsoportot jelent, amelyik olyan produktumokra képes, ami több millió emberhez viheti el azt a valóság üzenetet, amit itt az első részben az előadóktól hallottunk. Nagyon fontos, az első pillanattól kezdve kérem, értsétek és érezzétek, ennek a médiának sok lábon kell állnia. Ez a média nem lehet lefejezhető. Ennek a médiának én nem leszek semmilyen vezére. Ez nem rólam szól. Én csak kaptam, egy képet, hogy lehetne ezt megcsinálni, ezt elmondom, de nektek kell ezt megvalósítani. Milyen tartalommal kell megtölteni azt a médiát, amit mi hozunk létre. Vallom, hogy az a rendszer, amelyik most a tudatunkat a markában tartja, a pénz rendszerével leláncolva, de a tudatunkat tartja fogságban, ha nem harcolunk ellene, hanem elengedjük, és felépítjük a mi saját, tiszta, szeretet alapú világunkat, akkor ez magától összeomlik. A harcoknak nincsenek győztesei. Erőszakkal csak erőszakot hozunk létre. Ha erőszakot alkalmazunk, hogyha ha valakik ellen megyünk, ha valamit támadunk, akkor a sötét energiát, a sötét erőt éltetjük, tartjuk fenn. Nekünk ezt el kell engedni.
Nincs rá szükségünk, és nem abban a korban vagyunk. A műsorainknak ebben a szellemben kell létrejönni, de azzal együtt természetesen napi valóságban, napi szinten a ma emberéhez szólni. És olyan eszközökkel, olyan módon, ahogy a ma emberét meg lehet szólítani. Példamutatással, türelemmel és szeretettel. Csak ezekkel az eszközökkel megy. Az, hogy változások vannak a világban, ezt azt hiszem mindenki érzékeli. De nekünk, és az tényleg tudatában kell lenni, hogy óriási változások következnek, és ez az év, ez a nyugati modell összeomlását jelenti. De ez az ő problémájuk. Ők tettek érte, mi itt a Kárpát-medencében más küldetéssel bírunk. Mi a mag népe vagyunk. A mag mindegyünkben ott van. Képzeljétek el, most indul nem sokára ugye a tavasz, mindjárt odaérünk. A sok kis magocska ott van a talajba, ami tudod, hideg, le van döngölve. És valahogy ez a sok kis mag érzékeli, hogy most változás van. Meghasad, és elkezd belőle kibújni. És abban a kemény talajban ez a gyenge kis magocska elkezd utat törni. És kikukucskál. A fényre. Aztán körbenéz, és azt látja, hogy ott is kukucskál egy hasonló, meg ott is. Na hát ezt kell megélnünk. Addig súlykolták, hogy mi nem tudunk összefogni, hogy mi kicsi nemzet vagyunk, míg elhitették velünk, aztán miután elhittük, utána meg szemrehányóan oda nyomják, hogy hát mert ti úgyse tudtok összefogni. De össze tudunk. Mi formáljuk, mi alakítjuk. Ugye? És ezt is meg kell tanulnunk. Köszönöm szépen!